A Balatoni Múzeum vezetése szerint az év elején előkerült zsidó kincsleletből nyílt kiállítás volt a 2019-es év legnagyobb sikere. A felbecsülhetetlen értékű pénz és ékszergyűjteménnyel a város a nemzetközi sajtóban is megjelent. Szintén nagy érdeklődés kísérte a Castrum Virtuale, egy késő római erőd a Balaton partján című kiállítást. Ezekkel együtt összesen 11 időszaki kiállítást nyitottak meg. A látogatók száma meghaladta tavaly a 25 ezret. 2019-ben befették a múzeum északi belső udvarát. Itt egy múzeumpedagógiai foglalkoztatóteret és látványraktárt kezdtek el kialakítani. Ezt áprilisban tervezik átadni a nagy közönségnek. Megújult a Halápi terem. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alappályázati támogatásának köszönhetően javítatta ki és újítatta fel a 24 darabot számláló festménykollekciót. Az intézmény közösségi múzeumdíjban részesült tavaly, mivel szoros kapcsolatot ápol a helyi közösségekkel és bevonja őket a munkába. Ilyen például a közösségi régészet és a műszakkal megvalósított képzőművészeti kiállítás is. Már az idei év programja is körvonalazódott. Idén is változatos kiállításokkal várjuk a látogatókat. 8 időszaki kiállítást fogunk idén megrendezni, amelyek közül kiemelném a Zavarok madártávlatból című kiállítást, amelyet júniusban fogunk nyitni, a másik kiállítás pedig elsősorban a helyiek érdeklődésére tarthat számot, ez a Nagyváti iskola történetét bemutató kiállítás lesz. Természetesen 2019-ben is zajlottak a múzeum pedagógiai foglalkozások, illetve a táborok. Az intézmény célja, hogy a múzeumban felhalmozott gyűjtemény és tudás érthető módon jusson el a gyerekekhez. Elég sikeres évet zárt 2019-ben is a Balatoni Múzeum pedagógiai programjai, hiszen közel 3000 diák vett részt a programjainkon, akár benti, akár külsős programokra gondolunk itt. Ez 107 foglalkozást jelent, és ehhez még hozzá kell vennünk a 7 nyári táborunkat, amelyeken 140 diák vett részt, és meg kell említenem a sikeres családi programjainkat is, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében zajlottak. A vezetőség szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy az év elején előkerült zsidó kincslelet témája köré építették fel a programok javát. Az előadások mellett a Keszthelyi zsinagógába és az izraelita temetőbe is elkalauzolták az érdeklődőket.